Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 12-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei? Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Erre is kivetem a kártyát. Azon kívül jön hozzá egy napi lap, az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt. Ez a hölgy mutatja itt a sors kerekét, és ez mindig olyan irányba mozog, ahova mi nézünk. De ahogy ennek a hölgynek is a szeme be van kötve, pontosan így van nála is. Nem tudja, hogy milyen irányba fognak pörögni az események. Ha félelmei vannak, akkor ez a kerék megáll, nem megy tovább. A második kérdés pedig az volt, milyenek az ő érzelmei. Ez a fiatal úr valamit tart a kezében, és ez az arany pokál szimbolizálja az ő érzelmeit. Ő szeret titeket, és ez a mozgás annak ellenére, hogy a sorsdöntésben még bizonytalan, amiben viszont biztos, hogy szeret titeket, és ezt mutatni is fogja. A harmadik kérdés pedig az volt, mit tesz? Milyen lépéseket tesz irányotokba? Ti vagytok itt a királynő. A királynő a levegő eleme felett, és a szimbolizálja a könnyűséget, de a kommunikációt is. Mint ez a királynő várakozó, vannak elvárásai is, ezt ajánlom nektek. Várjatok, amíg ő jön. Ő már útba van, mert ezt mutatja az ő érzelme. A napi energiát ez a mackó mutatja itt, és a szimbolizálja az erőt. Ez lehet egy belső erő is. És ebben bízzatok, és várjatok, amíg ő jön és közöl veletek valami fontosat. Mégpedig azt, hogy neki érzelmei vannak, és ő szeret titeket. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Amit még megemlítenék, nem tudom, hogy ez ismert-e Magyarországon, mert nem sokan foglalkoznak ezzel a témával. Ezt úgy tudnám lefordítani, mint egy ilyen pillanat asztrológia. És az azt jelenti, hogy egy bizonyos pillanatot megvizsgálni, hogy hat ki az eseményekre. Például egy első találkozás, vagy egy szerződés megkötése, vagy egy költözködés. Ezek a pillanatok, ez az asztrológia elmeséli azt, hogy mi fog történni. Ezt is megrendelhetitek nálam, vagy jóslással együtt, vagy jóslás nélkül.
jóslással együtt, tehát a kártyákkal a díjam 8500 forint, de ha csak az asztrológiát kéritek, akkor az 5000 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!